Kívánok! Nézzük meg, hogyan lehet beállítani azt, hogy hallja a hangunkat az, akivel Skype-on beszélünk. Itt alul az óra mellett a hangszóró ikonra jobb kattintsunk, aztán rögzítő eszközök, és akkor itt fel fogja sorolni, hogy hány a mikrofonjainkat. Most nekem két mikrofonom van, mert ezzel a felsővel, ugye ez aktív, itt a zöld pipán lehet látni, ezzel veszem fel a hangomat, viszont az alsó mikrofonnak van csak az a beállítás, amit most megmutatnék, tehát rá kell kattintani a megfelelő mikrofonra, ha egy van, akkor azt könnyű kiválasztani, és utána a tulajdonságok gombra, itt fent a jelszintekre, és itt lesz egy csúszka, ami alap esetben balra lesz húzva, azaz nem lesz erősítés, és ezt kell felhúzni középre vagy legfelülre, hát én úgy gondolom, hogy itt a 20 decibelnél a legjobb, aztán oké, okay. És most ki lehet úgy próbálni, hogyha pöcögtetem ezt a mikrofont, akkor itt lehetett látni itt a zöld sávok, nem még egyszer mutatom, hogy amikor pöcögtetem, akkor mutatja, hogy felvesz hangot, akkor nyomj meg még egyszer az okét. A Skype ablakot vegyük elő, itt az eszközökben, beállításokban, menjünk a hangbeállításokra, és itt szintén fel fogja sorolni, hogy milyen mikrofonjaink vannak, és ugye egy van, akkor, nem, akkor könnyű lesz kiválasztani, és ha ez a doboz itt be van pipálva, akkor automatikusan állítja be a Skype a hangerőnket. Ha kivesszük a pipát, akkor ezzel a kis kék bogyóval lehet beállítani kézzel, viszont akkor lehet, hogy túl halk vagy hangos lesz, hát én egyelőre visszarakom a pipát. Hát ez ilyen egyszerű. Nyomjuk meg itt a mentés gombot, és az Echo nevű robotot föl tudjuk hívni, ami visszajátsza nekünk a saját hangunkat, ezzel ki lehet próbálni, működik a mikrofon. Hát minden jót, viszont hallásra!